Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük ennek a napnak az eddigi részét. Köszönjük, ha a te nagy nevedet hívhattuk segítségül reggel, és ha kapcsolatban maradtunk veled napközben is. Köszönjük, hogy magad elé engedsz most minket. Áldunk azért, atyánk, mert egyedül te ismersz minket igazán, egyedül te tudsz rólunk mindent, és mégis szeretsz. Köszönjük, hogy úgy szeretted ezt a világot, benne a mi kicsi életünket is, hogy a te egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hisszük, hogy ezért hívtál most is magadhoz. Kérünk, bátoríts minket, hogy merjük nyújtani a hitünk kezét, és bizalommal elfogadni ajándékaidat. Olyan nagy szükségünk van rád. Kiáltunk hozzád esőért is, könyörülj rajtunk, hadd legyen meg mindenkinek a mindennapi kenyere. És kiáltunk hozzád igéért, hisszük, hogy te megteheted, hogy záporként hújjon az áldás. Hálásak vagyunk a csöppekért is, de kérünk tőled olyan gazdag igét, amivel életünket egészen újjá tudott tenni. Hogy másként töltsük el ezt a néhány évet itt a földön, és veled tölthessük majd az örökké valóságot. Alázatosan kérünk, ehhez vigyél közelebb most minket. Amen. Isten igéjét a János evangélium a 9. részének 8-tól 12-ig terjedő verseiből olvasom. A 9. rész 8. és következő verse így hangzik. A szomszédok pedig, és azok, akik látták őt azelőtt, és tudták, hogy koldús volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ő az. Mások meg azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. Ő azonban kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szememre, és azt mondta, menj a Siloám tavához, és mosakodj meg. Én pedig elmentem, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Ő ezt mondta, nem tudom. Eddig Isten igéje. Kedves testvéreim, tegnap láttuk, hogy a Biblia tanítása szerint mindannyian a szó lelki értelmében vakon születünk. Nem látjuk és nem is érzékeljük Isten valóságát. Sokszor keresztül nézünk egymáson is, nem vagyunk tekintettel egymásra, de Isten segítsége nélkül nem látjuk önmagunkat sem annak, akik valójában vagyunk, hol túlbecsüljük, hol alábecsüljük magunkat. És mivel abban az időben a fogyatékosokról nem gondoskodtak, aki nem látott, az csak koldulhatott. És ez ebben a lelki vonatkozásban is sajnos így van. Tele van ez a világ lelki koldúsokkal. Gyerekek koldulják a szüleiket, csak egy kicsit beszélgessél velem, csak egy kis időt töltsél velem. Házastársak koldulják egymást, egymás testét, érdeklődését, elismerését. Mindnyájan koldulunk egy kis elismerést, hogy vegyék már észre végre, hogy mit teszek értük, hogy tényleg szeretetből teszem, de nem hangozhatna el egyszer, hogy köszönöm, vagy valami kis elismerés, vagy hogy jó, hogy vagy a világon. Hogyha valaki őszinte önmagához, egész listát írhat össze, hogy mi mindent nélkülözünk és koldulunk. Nos, erről az emberről is ezt olvastuk, és van itt mindjárt az elején, tegnap ezt nem említettem, egy nagyon szép mondat, hogy amikor Jézust
meg akarják kövezni, és kijön a templomból, akkor ő meglátja ezt a vakembert. Nem tudom, érezzük-e, hogy milyen ívfény feszül a két elegdaróta között. Ez az ember még nem látja Jézust, mert semmit senkit nem lát. De Jézus már látja őt. Ennek köszönhetjük mi, hogy megmenekülhetünk. Mi még nem látjuk Jézust, legalábbis sokan még nem látják őt, de ő már látja őket, és megáll mellettük. És nem az a fontos, hogy mi kinek látjuk Jézust, hogy valakinek mi a magas véleménye az Úr Jézusról, mert olyan butaságokat is mondanak róla, tudatlanságukban az emberek, hogy az elképesztő. Nem ettől függnek a dolgok, hogy mi hogyan vélekedünk ő róla. Azon múlik minden, hogy ő már lát minket. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Akkor is, hogyha valaki reménytelen esett, mert ez az ember az volt, akkor is. Mert először is mi nem esetek vagyunk őneki, hanem emberek. A Bibliában többször elhangzik az az ígéret, hogy Isten név szerint számon tart minket. Ha névtelen senkinek érzi magát valaki, Istennek akkor is fontos. És Jézus itt sem magát menti, láttuk tegnap, hanem ezt az embert menti ki abból a nyomorúságból, amibe belekerült. Ő még nem lát, de Jézus már látja, és Jézus nem annak látja, aki ő akkor, hanem már annak, akivé majd lesz, akivé ő formálni fogja. Ezért mondja az okoskodó tanítványoknak az Úr Jézus, hogy itt most nem arról van szó, hogy ki vétkezett meg, minek mi a következménye, itt most a célt kell nézni. Az Isten nagy tettei lesznek nyilvánvalóvá ennek az embernek az életében. És ott hagytuk abba tegnap a történetet, hogy az Úr Jézus egy egyszerű feladatot ad neki. Ezzel a hitét hívja elő, provokálja ezt az embert. Bízik-e Jézusban? Menj el a Siloám tavához, és mosd le a sarat a szemedről. Megteszi, vagy nem teszi? Ha megteszi, az a hitnek az első lépése. Mert a hit az soha nem, a Jézusba vetett hit, az soha nem elmélet, az mindig engedelmesség. Valami egyszerű parancsot kap, ha megteszi, utána csodák következnek. És ez az ember megtette, és azt olvastuk tegnap, hogy amikor visszatért, már látott. Nos, innen folytassuk a történet tanulmányozását. Három fontos észrevételt tegyünk. Az egyik, ami majdnem humoros ebben a történetben, hogy úgy megváltozott az élete, hogy alig ismertek rá. Aki elmegy a Siloám tavához, aki megteszi azt, amit Jézus mondott neki, annak az életében egy alapvető nagy változás indul el, és így járt ő is. A másik az, hogy utána viszont meg kell szólalnia. Mi a véleménye Jézusról? Kinek tartja őt? El kell mondania, többször is elmondatják vele. Aki csak találkozik, mindenki megkérdezi. Mi történt veled? Hogy történt? Ki csinálta? El kell mondania, hogy mit élt át. És a harmadik, az a bizonyos sárcsinálás lesz majd. Tegnap ígértem, hogy ma erről szó lesz, mert ez nagyon fontos ebben a történetben. Az első tehát az, hogy mikor visszatér, nem ismernek rá. Tényleg szinte komikus ez, hogy elkezdik találgatni, hogy ez az, aki itt szokott koldulni, vagy nem ez az. Nem, ez csak hasonlít hozzá. Dehogy nem, ez az. Hát legjobb, ha ő eldönti, leginkább ő tudja. Mire ő azt mondja, hogy én vagyok az. Alig lehet ráismerni. Szolgálatom során sok olyan embert láttam, akinek, mikor az Úr Jézus megnyitotta a szemét, a szó lelki, hitbeli értelmében, tényleg olyan változáson ment át, hogy alig lehetett ráismerni. A szülővárosomban élt egy asszony, akit a félváros ismert, és mindenki menekült tőle, olyan elviselhetetlen természete volt. Összeférhetetlen, sértődékeny, haragtartó, tüskés, szúrós ember volt, és komiszosz nyelve volt, akit a nyelvére vett, az kikészítette. És történt egyszer,
Ezt utólag ő maga mesélte el édesanyámnak, mert édesanyám szerette őt, néha minket küldött egy kis süteménnyel hozzá. Sose szerettünk menni, mert mindig nagy mindenféle volt, amit nem szeret egy kisgyerek. És gyorsan letettük a süteményt, és szaladtunk volna el, de nem lehetett. Nos, édesanyám szerette őt, és neki mondta el utólag, hogy egyszer egy ilyen úrvacsorai elégkészítő bűnbánati estén ült ott a nagy kecskeméti templomban, a félhomályos karzat alatt, ott meghúzta magát, és azt mondja, hogy egyszer, mintha belereflektoroztak volna a szívébe, meglátta, hogy kicsoda ő. Eszébe jutottak jelenetek, hogy kivel hogy beszélt, hogy kiről hogy beszélt, hogy bizonyos helyzetekben hogy viselkedett, hogy élt vissza az előnyeivel, és mi sokszor az volt benne, hogy hogy árthatna másoknak, és rettenetesen elkeseredett. Ez borzasztó, hogy ő ilyen. Belevilágított az Úr Jézus a szívébe, és még az úrvacsora előtt valamelyik nap elment az akkori ottani lelkészünkhöz, ezt neki elmondta, és mindazt elmondta, amit meglátott az életében. Nem mások bűnéről beszélt, a sajátjáról. És ezt az életgyónást egy feloldozás követte, és azt mondja, életében akkor úrvacsorázott először igazán. Akkor tudta, hogy ha valaki, ő nagyon rászorul Isten bűnbocsátó kegyelmére, ha valakin, akkor ő rajta csak a kegyelmes Isten segíthet, de ő nem akar tovább ilyen maradni, mint eddig volt. A munkatársai azt hitték, hogy ez egy újabb trükk, és várták, hogy majd megint olyan lesz, mint régen. De nem lett olyan. Egész életére olyan maradt, amilyenné a világ világossága Jézus Krisztus változtatta. Egy szelíd, csöndes, segítőkész, nagyon áldozatkész asszony lett belőle. Keresték a közelségét utána azok, akik korábban menekültek tőle. És ez nem az ő nagy elhatározásának a következménye volt, hogy nem akarok tovább ilyen maradni, hanem annak, hogy behívta az életébe azt a Jézust, aki ezt a vakon születettet is meggyógyította, és ő új életet adott neki. Végül is Jézus megígérte nekünk, hogy az ő vonásai ábrázolódnak ki azokon, akik ő vele tényleg összekötik az életüket. Na de ehhez le kell zárni egy szakaszt, ki kell mondani azt, hogy alávaló gazember vagyok, pletykás, összeférhetetlen, gyilkos, nem akarok ilyen maradni. Bocsásd meg az én vétkeimet, Uram, és segíts másként élni. És ő meghallgatja az ilyen imádságokat. A gyülekezetünkben volt egy fiú, akinek szintén nem könnyű természete volt. Eljött egy nyári csendes hetünkre, és ott azon a héten ugyanaz történt vele, ami ezzel az asszonnyal. Rádöbbent arra, hogy kicsoda ő, és új életet kapott az Úr Jézustól. Amikor hazajöttünk, a családja még nyaralt, egy-két napig ő egyedül volt otthon. És a szülei mondták el utólag, hogy mikor hazajöttek, nem ismertek rá a lakása. Ki volt takarítva, minden a helyén, bevásárolt, mire hazajött a család. És hát egy néhány napig csak úgy nézték, hogy megváltozott a viselkedése. Aztán az egyik testvére kicsit gunyorosan azt mondta, hogy csak nem valami sugárfertőzést kaptál, hogy így ragyogsz. Nem is gondolta a gyerek, hogy mennyire igazat mondott. Az Úr Jézus közelébe került ez a komisz fiú, lelki sugárfertőzést kapott, és fölragyogott rajta Jézusnak a tisztasága és szeretete. Ott is ugyanaz történt, elmondták, hogy várták, hogy majd elmúlik, mint egy lázas állapot, de nem múlt el. Beágyazott a testvérei helyett is, kivitte a szemetet, bevásárolt az édesanyja helyett, és közben még jobb tanuló is lett, nem romlott az eredménye. Ilyen változás akar az Úr Jézus mindannyiunk életében. A kérdés az, hogy mi akarjuk-e, vagy pedig jól vagyok én így magamnak, ahogy eddig voltam. És a másik kérdés az, hogy ezt a radikális változást kívánjuk-e őtőle, vagy pedig csak foltozgatni szeretnénk az életünket.
mert ő foltozása nem hajlandó. Isten nem foltozó valga, hanem teremtő. Ő egészen újat hajlandó csak teremteni. De ha valaki eljut oda, hogy megutálja magát, és már tudja is, hogy mit utál magában, és azt azért teszi, mert az Istennek utálatos, annak az életébe teremtő kézzel belenyúl, és egészen új ember lesz belőle. Az ilyen ember egyszerre a saját bűneivel kezd foglalkozni, és nem a másokéval, a sajátját akarja elhagyni, és nem másokat kritizál örökké. Akarjuk-e ezt a radikális változást? Az első bizonyságtétele ennek az embernek a puszta léte volt. Még meg se szólalt, még semmit nem mondott arról, hogy mi történt, de mindenki fölkapta a fejét, hogy ez egészen más ember lett. Vajon ez a fajta bizonyságtétel jellemez-e minket? Nem azért nincs-e itt most a szomszédunk, mert nem ilyen. Új, megszentelt embert lát ott maga mellett, a maga közelében, mint amilyenné Isten minket formálni akar. A másik, amit megtudunk az igéből, hogy azért meg is kell szólalnia előbb-utóbb. Mert az ilyen emberrel rákérdeznek, mi történt veled, ki csinálta, mit tett. És akkor mit tesz ez az ember? Ez annyira tanulságos. Nem tart előadást, azt mondja, hogy az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat kent a szememre, és azt mondta, hogy menj el, mosakodjál meg, én pedig elmentem, megmosakodtam, és most látok. Vagyis mit csinál? Elmondja azt, ami történt, amit átélt. Nem is magyarázza, nem kommentálja, nem mondja el a magán véleményét, a tényeket ismerteti. Mit tett Jézus velem? Elküldött oda, elmentem, megmosakodtam, és ime, látok. Ez azért nagyon fontos, mert aki Isten kegyelmét már megtapasztalta, akit ő kezd gyógyítani, vagy meggyógyított, annak azt kell elmondani a másoknak, ami történt. Nem kell okoskodni, nem kell érveket felsorakoztatni, nem kell bizonygatni, hogy de van Isten. Hát ebből az nyilvánvaló lesz, nem? Azt mondjam el, ami történt. Eddig vak voltam, Jézus ezt tette, és most látok. Péter apostol olyan egyszerűen írja ezt a levelében, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. 1 Péter 2.9. Annak hatalmas dolgait, nem az én élményeimre kíváncsi a világ, annak hatalmas dolgait hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Jellemző-e ez ránk, hogy tudunk beszélni másoknak hitelesen, szeretettel, egyszerűen arról, amit Isten már elvégzett az életünkben. Vagy ha nem tudunk erről beszélni, annak vajon nem az-e az oka, hogy még nem jöttünk ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára? Hát akkor persze, hogy nem tudjuk összehasonlítani a kettőt. Akkor ugyanolyan sötétségben vagyunk, mint azok, akiknek beszélni kellene. Ha meg valaki úgy beszél ilyenről, hogy még nem élte át, nem tapasztalta meg, az a legrosszabb. Az jobb, ha azonnal elhallgat. De ha valakit Jézus Krisztus már kihozott a lelki vakságból, akkor annak nem szabad némának maradni. Szintén ebben a levélben írja Péter apostol, hogy legyetek készek mindig megfelelni azoknak, akik megkérdeznek titeket, hogy milyen reménység él a szívetekben. Legyek készen, nem kell provokálni, nem kell erről állandóan beszélni, de ha megkérdeznek, és hogyha ott van a megváltozott élet, akkor meg fogják kérdezni. Mert ebben a világban olyan nagy a sötétség, hogy a legkisebb fényforrásra is fölfigyelnek az emberek. Olyan általános a gyűlölet és a kétségbeesés, hogy ahol egy pici, igazi szeretet megjelenik, arra mindenki odafigyel, és akkor megkérdezik. És akkor tudjam elmondani, egyszerűen, röviden a tényeket. Mit tett velem Isten? Nem kell azt sorolni, hogy mit bocsátott meg, amit ő megbocsátott, az a tenger fenekén van, és onnan nem kell előhalászni többet. De amire kihívott, arról a világosságról,
tudjunk beszélni másoknak is. Megtörtént-e ez az életünkben? És a harmadik, amit ebből a mai igéből szeretnék kiemelni, és talán erről beszéljünk egy picit részletesebben, az, hogy vajon mi az magyarázata annak, hogy az Úr Jézus ilyen furcsa módon kezelte ezt az embert, hogy sarat csinált, azt rákente a szemére, és utána azt lemosatta vele. A nyálról az ókorban azt tartották, hogy annak gyógyító ereje van. De ehhez hasonló akcióról nemigen tudunk, hogy a föld porából és nyálból valaki sarat készít, és azt használja föl. Mi történik itt? Teremtés történik itt. Ez nem gyógyítási történet. Jézus nem egy beteg szemet gyógyított meg, hanem szemet adott valakinek, akinek nem volt. Ennek az embernek nem megromlott a látása, vagy elveszítette a látását, és azt most visszaadta volna Jézus, hanem soha nem volt neki, és így kapott most tőle. Ez nem gyógyítás, hanem teremtés. Ahogyan Isten a teremtés hajnalán beleszólt a világ sötétjébe, és azt mondta, hogy legyen világosság, úgy szólt bele Isten fia ennek az embernek a sötétségébe, és megadta neki a látás képességét. Hogyan teremtette Isten az embert? Így olvassuk az 1 Mózes 2.7-ben, formálta Isten az embert a föld porából, és az ő lelkét lehelte bele. A föld pora plusz valami Istenből. Itt ugyanezt történik kicsiben. A föld pora plusz valamit hozzáad Jézus önmagából. Aki érti a Szentírásnak a jelképes nyelvét, annak a számára ez egyértelmű. Itt Isten teljhatalmú fia, Jézus Krisztus teremt. Miért? Mert a mi életünk annyira megromlott, hogy azt nem lehet megjavítani. Csak egy újat lehet teremteni. Ezt az igazságot fejezi ki ez a különös jelenet itt ebben az igében. Az özönvíz előtt Isten egy diagnózist állít föl az emberről. És így olvassuk az 1 Mózes 6.5-ben, Isten mondja ezt, mérhetetlen keserűség van mögötte, az ember szívének minden gondolata szüntelen csak gonosz. Mondhatta volna azt, hogy az ember gonosz. De négyszeresen erősíti meg, minden gondolata szüntelen csak gonosz. Istentől elszakadva, nélküle ilyen mélyre süllyedtünk. Egyszerűen képtelenek vagyunk olyat gondolni, akarni és megvalósítani, ami Isten mércéjével mérve jó. Viszonylagosan vannak jobb emberek, meg gonoszabb emberek, de az Isten mércéjét egyikünk sem tudja megütni. Ezért mindannyian az ítélet alatt vagyunk. És nem tudunk magunkon segíteni. És nem tudunk egymáson sem segíteni. Az Ézsaiás könyve azzal kezdődik, egy hosszú 66 fejezet nyitánya az, hogy minden test erőtelen, minden fej beteg, olyan, mint ami tele van keléssel, amit nem nyomtak ki és nem kezeltek. És utána ezt még konkretizálja is. És a Római Levél 3. részét szoktuk a leggyakrabban idézni, ahol Pál apostol is idézi a 14. Zsoltárt, és sorba veszi minden porcikánkat, hogy a nyelvünk alatt kígyó méreg van, hogy vér csöpög a kezünkről, hogy a lábunk azonnal kész, ha valami rossz útra mehetünk. A szemünk tisztátalan, a fülünkkel csak azt halljuk meg, amit nagyon akarunk, és sokszor a hozzánk legközelebb álló segélykiáltását nem halljuk. Mindenünk elromlott, és ezen nem lehet foltozgatással segíteni, csak újat kell teremteni. Hogy mit jelent az, amikor valamin nem lehet segíteni, bocsánat, ha elmondok ilyen emlékeimet is, ezt akkor tapasztaltam meg nagyon kézzelfoghatóan, amikor a második gyermekünk született, feleségem még benn volt vele a kórházban,
Mi meg a 3 éves kisöveggel otthon váltuk az új jövevényt, meg az anyukát. És akkor romlott el a mosógép. Aztán hát mindjárt telefon, meg segítségkérés. Hála Istennek egy idős szerelő jött ki, aki nagyon nyugodtan átvizsgálta, és máig emlékszem, hogy széttárta a karjait, és azt mondta, hogy Uram, ez muzeális darab. Ezen már nem lehet segíteni. És hát ott elkezdtem jajgatni, hogy izé-mizé, hát most jön haza kisbaba, meg pelenkamosás, meg nem leszek hálátlan, ha mégis lehetne segíteni. Megesett a szíve rajtam, és azt mondta, jó, hát megnézi a raktárban, hogy ilyen régi alkatrészek vannak-e még, de itt annyi mindent kellene cserélni, hogy nem hiszi. Telefonáljak holnap. Telefonáltam, megerősítette az ítéletet, hogy nem lehet segíteni. Még azt is mondta, hogy ócskavasnak jó csak. És hát másképp kellett megoldani a dolgot, de az a tehetetlenség bennem maradt, hogy itt van valami, amin azt hittem, hogy csak valami elromlott, és azt rendbe lehet hozni, de nem lehet. És akkor jön az én akkor 3 éves fiacskám, látva a szomorúságomat, és azt mondja, hogy édesapa, én láttam, hogy a nyáron hogy festetted a kerítést. Én is be tudom festeni ennek a mosógépnek a rozsdás alját olyan szép fehérre. És azt mondtam magamban, hogy erre vagyunk mi képesek. Erre képes az emberiség. Bemázolni a használhatatlant szép fehérre. Ne látszódjék a rozsda, és akkor beindul. Nem, semmi nem lesz jobb. Megpróbáljuk képmutatással bevonni a szomorú valóságot, ahelyett, hogy tudomásul vennénk, hogy nem tudunk magunkon segíteni. A tudomány, a civilizáció, a vallások, az egész kultúra sok mindenre képes, és nem szabad lebecsülni a teljesítményeit, de az embert megváltoztatni csak az Isten tudja. Ezt tanítja a Biblia. És amikor Jézus egy kiváló emberrel beszélgetett egyszer, aki még az állását is kockáztatta azért, hogy elment Jézushoz, Nikodémus ezért ment éjszaka, lehetőleg ne tudják meg, mert baja lesz belőle, Jézus neki is azt mondja, ennek a kitűnő embernek, hogy értsd meg, hogy csak az a megoldás a kérdésedre, ha újonnan születsz. Szükséges újonnan születnetek. Nikodémusnak, a kitűnő tudósnak is, Zákeusnak, a pénzembernek is, akinek a bőre alatt is lopott pénz volt, Mária Magdalénának, a prostituáltnak is, mindenkinek egyformán, itt nincs különbség. Mindenki totálkáros, mindenkin csak az újjáteremtés segít. És Jézus itt egy különös kifejezést használ, amikor Nikodémussal beszél. Azt mondja, így fordítja a Bibliánk, hogy újonnan születni, de betű szerint lefordítva az a kifejezés azt jelenti, hogy felülről kell nemződnie benned egy új életnek. Isten igéjének kell belehullania az ember szívébe, és az ott egy új életet hoz létre. Ez az új élet lesz képes megérteni Istent, engedelmeskedni Istennek, örömmel teljesíteni az ő akaratát. Magunktól erre nem vagyunk képesek. Én máig emlékszem arra, testvérek, hogy amikor már nagyon elegem volt magamból a megtérésem előtt, hogy akartam én átnevelni magamat. Mindenfélét megfogadtam, hogy nem, soha többet, ezt a bűnt, azt a bűnt nem követem el. Ha 1-2 napig sikerült, akkor jutalmaztam magamat, akkor szabad volt venni a süteményből. Ha nem sikerült, akkor sem eszem, hogyha édesanyám ritkán sütött, és nem is minden hétvégén, de ott volt, ott lehet előttem, nem érdemlem meg, nem veszek. Én megváltoztatom magamat. És nem sikerült. Rövid átmeneti sikerek után annál nagyobb bukások jöttek mindenből, amiből ki akartam jönni. Nekem magyarázhat akárki, akármit, pszichológiát, trükköket, tréningeket, akármit, alapvetően megváltoztatni nem tudjuk magunkat. Be tudjuk mázolni fehérre vagy akármilyenre, hol ilyenre, hol olyanra a rozsdás és működés képtelen szerkentyűt. De attól az nem indul be. És a mi életünk sem változik meg. Ezért kell látnunk ebben a történetben is azt, hogy Isten teremt. Ő új életet, új szívet akar teremteni bennünk.
mind az Ó, mind az Új Szövetségben többször előfordul Istennek ez az ígérete, hogy új szívet ad nekünk. Az ókori ember gondolkozása szerint a szív nem csak az érzelmeknek, érzéseknek a központja volt, hanem az ember egész belső szellemi műhelyét nevezték annak. Számos bibliai ige van, amelyik arról szól, hogy minden gondolat is a szívünkből származik. Minden érzés és minden akarati elhatározás is. Az a központ, onnan indul ki minden. És Isten új szívet akar adni. Nem a régit foltozgatja, és amikor ezt ígéri, sokszor hozzáteszi, hogy új lelket adok belétek, az én lelkemet adom belétek. Mint ahogy az ember teremtése úgy történt, hogy a föld pora plusz Isten lehelete, lelke, az új ember teremtése is így történik. Ezért jó lenne, ha ezen a héten különösen is figyelnénk a Szentlélek személyére és munkájára. Mit tanít erről a Szentírás? A Szentlélek teremtő lélek. Mindjárt a Biblia első, második versében ott van a Szentlélek munkája. A földön sötétség és pusztaság volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. És ez a lebegett szó azt is jelenti, amit a mi kotlik szavunk. Amikor a kotlós a tojásokat melengeti, az azt jelenti, hogy egy élettelen darabot, a tojás önmagába élettelen, élővé formál. Egyszer csak kis csibe kikel, a kis csőrével kopogtatja, és kijön magától. Nem szabad neki segíteni, mert azzal csak ártunk. Ő azt megoldja. Az élettelenből élő lesz. Az Isten nélküliből Istent értő és az ő kedvében járó ember lesz. Ami Péter apostol írja ezt is, atyáinktól örökölt hiába való természetünkből Jézus természete lesz. Jézusi vonások jelennek meg egy magunkfajta hitvány emberen, a Szentlélek újjáteremtő munkája nyomán. Erre mondta Jézus azt, hogy értsd meg, hogy szükséges újonnan születnetek. Nincs más megoldás. Lehet festegetni, próbálkozni, abból új nem lesz, viszont az örök életbe, az üdvösségbe csak ez az új mehet be. A régiből semmi. Ezért is szükséges újonnan születnetek. Nem tudom, mennyire sértő ez a mi számunkra. Vannak, akik megsértődnek ezen, hogy na annyira rossz azért nem vagyok. Kiki szabadon vélekedhet és megállapíthatja. Aki minket egyedül igazán ismer, az élő Isten, azt mondja, hogy annyira tönkretettük magunkat, mióta ő nélküle próbálunk élni, hogy ezen segíteni nem lehet, de van megoldás. Kész van egy új. Nem kísérletezett Jézus ezzel a vakon születettel se sehogy se, hanem ezt az új teremtést hajtotta végre az ő isteni nagy hatalmával. És akkor valóban bekövetkezhet olyan változás, hogy alig lehet ránk ismerni. Te eddig nem ilyen voltál. Nem bizony, mert eddig én voltam. Most meg él bennem hitáltal a Krisztus. És megváltozik az ember, és lesz mondani valója, és nem üres közhelyeket mondunk egymásnak igazi vigasztalás helyett, hanem tudunk erősíteni, igével bátorítani, segíteni, vigasztalni embereket. És elmondhatjuk nagyon alázatosan, hogy semmi részem abban, hogy ez a változás végbe ment, egyedül Isten kegyelmének, hatalmának a munkája, és áldom őt ezért egész életemben, és így tudom ezt másoknak is ajánlani. Szeretném kérni, hogyha tudunk otthon egy pár csöndes percet biztosítani, gondolkozzunk ezen, és becsületes választ adjunk erre a kérdésre, hogy tényleg komolyan elhiszem-e, hogy ennyire mindenestül megromlottam. És valóban komolyan hisszük-e, hogy akármennyire elrontottuk az életünket, Jézus számára nem reménytelen a helyzet. Nála készen van az új élet. És legyen bátorságunk kinyújtani a hitünk kezét, és azt mondani, hogy jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva, mesztelen, hogy felruházz, bűnösen, hogy megbocsáss,
és én új életben akarok járni, mindenestül új életben. Mielőtt ezért imádkozunk, az elején tanult egyes számú énekünk első versét énekeljük csak, aztán majd a többit a végén még elénekeljük, és legyen ez most a mi személyes vallomásunk: bús sötét éjből, börtönömből, Jézus, jövök, nálad szabadság, fény tündököl, Jézus, jövök hozzád. És itt van, hogy az ő keze életet ad. Csak az első verset énekel. Dicsőséges Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy igédben és szent lelked által ma is ugyanolyan valóságosan jelen vagy itt, mint ahogy annak idején ott a jeruzsálemi templom mellett emberi testedben foglalkoztál ezzel a nyomorulttal. Köszönjük, hogy számodra senki nem reménytelen eset. Köszönjük, hogy minket is név szerint ismersz és számon tartasz. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy hadd lássuk végre világosan a mi valóságos állapotunkat. Szabadíts meg minket minden képzelődéstől, szabadíts meg attól, hogy állandóan védőbeszédet tartunk a bűneink mellett, ajándékozz meg minket őszinte bűnlátással, töredelmes bűnvallással, hogy aztán a miénk lehessen a bocsánatot nyert bűnösök el nem múló öröme. Kérünk téged, hogy ne hiába hallgassuk az erről szóló igei tanítást. Reflektorozz bele a mi szívünkbe is, és mutasd meg a te igéd világosságával az életre vezető egyetlen utat, amelyiken te jársz a benned hívők előtt. Köszönjük, hogy azon az úton soha többé nem leszünk egyedül. Köszönjük, hogy nem egyedül kell hordanunk majd a terheinket, és nem egyedül kell megállnunk az ítélőszék előtt, hanem veled, sőt benned elrejtve a mi életünkkel. Ajándékozz meg minket ezzel, és kérünk, beszélj velünk még tovább is az igén keresztül. És segíts most ebben a rövid csendben őszintén beszélnünk veled. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Az adakozást az ige szavaival hirdetem, Urunk, tőled van minden, és amit a te kezedből vettünk, azt adjuk most neked. Ha Isten éltet minket, holnap este a folytatás, ahol lesz szó, az az első tárgyalásnak a jegyzőkönyve. Aztán lesz még egy szigorú tárgyalás. Erre az elsőre a hatóság beidézi ennek a meggyógyított férfinek a szüleit is. És nagyon tanulságos, hogy hogy viselkednek. A befejező áldás előtt pedig folytassuk tovább az egyes számú énekünket a második versétől. A második verstől végig énekeljük Csúf vereségből, száz bukásból Jézus jövök. Isten áldását. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!